Gól. És megint csak Böde a gólszerző, két meccsen 4 gólt szerez Böde Dániel, 3-1, és azt gondolom, hogy ezzel eldőlt minden. A Vasasnak is 2, és most a Videotonnak is 2. Böde ott van bent középen, nincsen szó természetesen lesről, és teljesen szétesik a Videoton védelme, annyira egyedül hagyják Bödét. Hajnal az, aki egyébként odavarázsolta Böde fejére a labdát. 3-1 tehát a Ferencvárosnak, és most jön egy Gyömbér Gábor, Gera helyére majd. Sarokkal Lovrencsic megigazítja, most a beadás, Böde fejjel gól! Eljutott a labda Böde fejére, és Böde bebólintja. Szerencsével maradt Pénzélnél a labda, aki jó megoldást választott. Varga még jobbat, Lovrencsics pedig nem adta be egyből, lement az alapvonalig, onnan emelte vissza. És most ismerhetné a címert Böde Dániel büszkeségében ezúttal. Mert könnyen lehet, hogy megint eldönt egy derbit. Itt jön be a labda, megelőzi Paujevicet. 1-0. És vajon hogy lehetett az, hogy most Böde nem Pávkovicsra vagy Litauszkira jutott, hanem Paujevicsre. Őt pedig könnyedén lebólintotta Böde. Szép beadás, mintaszerű fejes. Böde harmadik gólja mindössze a szezonban. De ez könnyen lehet, hogy győztes gól lesz. Ott van még Harakin előtt, Harakin lő, Böde veszi le, Böde csele, Böde még, gól! Van valami sorsszerű ebben. 83. perc, Böde Dániel. A leginkább ünnepelt kedvenc. Nem sértődött meg. Beállt a padról. És kisegíti Rebrovot, saját csapatát, a Ferencvárost. Böde leveszi, és ott nagy a tömeg, inkább csinál egy cselt kifelé. Saját csapattársát is ki kellett cseleznie, hogy aztán nemes egyszerűséggel bevágja a labdát. 1-0. Ezúttal is Hajnal Tamás a labda mögött, 20. perc. 1-0-ás ferencvárosi vezetésnél jön be a labda. Alepa elfejelt a labdát, és Böde lő még egyet még hozzá, Barát és mozdulattal, úgy látszik cipőben is megy, 20. perc, ott hagyták Bödét a kapuval szemben, 0-2, Böde két góljával, a kapura lövések száma, a lövések, a kapura lövések és a gólok száma egyaránt 2. Tóth Balázs nem tudta elfejelni, Alepa visszastukkolta, és Böde gyönyörű mozdulattal behúzza a hálóba a labdát. A forduló még csak most kezdődik, még csak 20 perc telt el a 22. fordulóból, de az biztos, hogy ez a találat a szépségdíjas gólok között lesz. Nalepa fejeli vissza, Tóth ugye alacsonyabb is, Böde pedig gyönyörűen behúzza. Hát pedig ha valaki mellett, akkor Böde mellett illet volna ott állnia egy sárga vezes játékosnak, ez azonban nem történt meg. Akrobatikus mozdulattal talál a hálóba Böde. Jenner labdája érkezik, ott a gól! Megnyeri a Ferencváros az idén zárót 3-2-re. A hosszabbítás hosszabbításában Böde mindenkit meg tudott előzni, és padlóra küldi ezzel a pécsieket. 0-2-ről fordít a Fradi. De legfőképpen Böde érkezett, nem tudták megfogni, pedig látszik, hogy Lantos nagyon próbálta, neki feszült, de Bödét nem lehet csak úgy hátrébb húzni, elvontatni. És megtoldotta azzal a szöglettel, amivel a Ferencváros
Ferencváros megnyeri a Pécs elleni mérkőzését 3-2-re. Böde lövése, levágódik, gól! Az egykori paksi közönség kedvenc a 74. percben ismét gólt szerez volt csapata ellen. Megnézi magának Böde és levágódik egy paksi védőről, talán még Széke is beleér ebbe a lövésbe. Hosszú gólcsendet követően Böde Dániel ismét eredményes az OTP Bank Ligában, ez a 12. gólja a bajnokságban, éppen korábbi csapata ellen. Jeromár. Lillamer. Böde. Hát tudta venni Böde a labdát, még hozzá úgy, hogy félig mezitlábban, és úgy lő volt Böde Dániel, hogy a bal lábán nincs cipő. Hát ilyet. 16. perc, vezet a Ferencváros. Közönség is ezen múlva itt van, a labda átvétel az kulcsfontosságú volt, Kelics hibázott, és bizony, hát nem tudom, lehet, hogy a rugólábán lett volna csak az okné vagy a sportszár, akkor is berúgja, hát azért ez így is kalandos. Böde, félig mezitláb szerez vezetést, ott hagyja el a cipőjét, megy tovább természetesen, és el tudja lőni Danilovics mellett, vezet a Ferencváros. Ritkán látható jelenet, és gyönyörűen oldotta meg. Busai. Busai szépen tartja meg. Jó lehet még. Jön a beadás, kapáslövés, gól! Óriási gólt lő Böde. Megnyeri a Ferencváros a mérkőzést, és Böde jobb lábbal bevarja a második gólját a találkozón. Ez klasszis megoldás volt. Nagyon jó volt a beadás, Böde pedig félelmetes. Ez a 10. gólja a bajnokságban. 2-1 a Ferencvárosnak, megint a hajrában fordulhat a dolog. És az Újpest most már a második meccsét vesztheti el zsinórban egy hajrában kapott góllal. Igaz, most csak egyel, 1-0-ra 2-1. Ez, hát ez nem lett tökéletesebben megrugni. Nagyon jó Sesták lágy labdája. Böde pedig nem filózik, hogy ő most tulajdonképpen bal lábas-e vagy jobb lábas. Ahogy jön, elvetődve, gyönyörű gól.